Történt pedig, hölgyeim és uraim, hogy egy nem sokat ígérő januári délutánon a szamaritánus mentőszolgálat gondozásában landoltam én a sportkórház összes termeiben, egész pontosan a 3-as kórteremben, ahol ki tudja miért ebben 3-an tartózkodtunk. Az egyes pályán, és ezt nem kis kajássággal állapítottam meg, egy korpulens érsebész tartózkodott, akinek síelése egy kicsikét rosszabbul sikerült, mint az enyém. Neki a cerkáján kívül mindene be volt gipszelve, ilyen dexiol salgó és zárt szelvény elemekre volt rádolgozva, és 2 darab rablógyilkos külsejű műtős próbálta a segge alá tolni az ágytálat, bonyolult hidraulikával. A lelék professzor még ebben az elesett helyzetében, az úr a pokolban is úr, mit csinált? Olvasott. Direkt oda néztem, hát mondom, mit olvas ebben a nyomorult helyzetben ez a szerencsétlen? Látom, hogy a The Medical Journal című orvosi folyóit. Hát mondtam magamban, dokikám, most, hogy te is átkerültél a barikád innenső oldalára, igazán választhatnál valami lazább olvasmányt, hiányos műveltséget fehér foltjainak satírozgatása helyett. Hát pupillája nem volt az arcnak, vele nem sok mindent lehetett kezdeni. Ellenben a 2-es pályán egy sokkal a kommunikatívabb művésztársra bukkantam én, aki haladéktalanul be is mutatkozott. Isten hozott, Sándorkám! Kalajos Vinetú vagyok. Lekezeltünk. Vinetú közben félszemmel a sarokba letámasztott mankómat stírölte, de nem akart rögtön rámenni a fő témára. Azt mondja, láttalak a desszertbe. Igen, sugár voltál. Hát mondom, örülök, hogy szereplésem megnyerte a tetszésedet. Azt mondja, kérem egy fröccsöt. Hát mondom, ez műtét előtt kontraindikált, akarom mondani, nem javasolt, de ha túlélem itt, mi túlélnem adatot, el fogunk mi több tálca fröccsöt 2-esben fogyasztani. Hát megbeszéljük így kórházi szokás szerint, ugye, én térdben utazom, kérdezem, hogy veled mi a helyzet, testvér? A helyzet az, hogy műtni kell a pinatapogató ujjamat, mert nem bírom már a bráccal lefogni a fiszet. Hű, mondom, ez 2-ös handicap. Ha mondjuk a szoknya alatt nem motozol annyit, az nem olyan nagy baj, mert van már 8 gyereked, de el is kell azokat tartani valahogyan úgy, hogy fisz nélkül félkar óriás a nemzet. Na, Vinetú lenyomja a saját fröccsét, elfolyt egy kis szalon büfecet, majd vigyázó tekintetét Párizs helyett az én bankóimra veti, és csak annyit szól, hogy úgy adod. Hát ez egy picikét éjgyomorra jött. Hát mondom, testvér, nem egészen értem a dolgot. Egyrészt erre nekem néhány hétig sajnos még szükségem lesz. De minek neked? Hisz téged kézzel operálnak. Na, erre megbántódott. Fehér szembogarában felizzott a 2000 éves indiai vándorlás valamennyi gyökrelve. És annyit mondott, hogy nagy a család. Hát a családot később volt szerencsém megismerni, de ne vágjunk a dolgok elébe. Vinetú fő ráfele bekevert egy fröccsöt. Elfogyasztani azonban nem volt időm, mert beindult az egészségügyi show. A vádoggal bélelt lengőajtót berúgta 2 darab rablógyilkosnak látszó tárgy, fején fekete jambósapkával, az egyiknek a homlokára nagybetűkkel átetoválva, hülye vagyok. A hason fölmegy a trikó, mindig éhes. Alkarom Mari, áthúzva Zsuzsi, áthúzva Évi, áthúzva Juli, aláírva Alamir. Hopp! Lehet, hogy nem buzi, csak toleráns. A beteg tologatókat elvégre nem a Harvard Egyetemről toborozzák. Behoztak nekem egy ilyen zsúrkocsit. Ugyanis, hála az előről kefélő Ferenc József puritán ízlésének, tele vagyunk ilyen tégla épületekkel. Gyakorlatilag az összes MÁV indóház, kórház, egyetem úgy néz ki, mint a Bád isüli nyaraló, meglehetősen puritán tégla épületekről van szó. A sportkórház ráadásul ilyen pavilon rendszerű. Tehát
hogyha a műtét előtti vizsgálatokat el akarják végezni, ezek között a pavilonok között kirándulást kell tenni. Na, fölraknak a zsúrkocsira, és letakarnak egy 4 mm vékonyságú NDK szöszmösz pléddel, amiben szőr már nem volt csak felvető szál, tehát ebből az erővel egy biciklivel is letakarhattak volna. Na mondom, nem úgy van az. Életem kockáztatásával billegtem a görpikolón, mint Harold Lloyd a Big Ben óramutatóján. Hátra nyúltam, hogy kínai toldzsekimet magamra senderítsem. Ez életmentőnek bizonyult. 17 kilométert toltak a gyilkosok az Ergebaszó hidegben. Minden saroknál az volt az érzésem, hogy pont az én térdemet akarják odacsépni. Rolisztak, versenyeztek, körforgalom, nem adták meg a jobb kezet, öreglányt leborították, ott hagytak a liftbe. Az út a pavilonok között olyan zörgős, hogyha veseköved van a végére, kibrúnyálod garantáltan. Ha törésed van, akkor megőrülsz. Na jó van, egyik helyen kaki, pipi, mély interjú, szurka, vérvétel. Legjobb volt a röntgen. Röntgenbe kijön egy olyan szőrös nő, amit én még gyáriban nem láttam. A fekete sörték így átütöttek a harisa nadrágján. Hát én próbáltam ilyen lazára venni a figurát. Közben a két rablógyilkos le is pattant, hogy elvigyen valami dipparcot jattér az LKG-ba. Én magányosan vettem fel harcomat a szőrös rémmel. Próbáltam kedvezőbb elbírálást nyerni, mint Románia. Szőrös bula rám néz. Röntgenbe van. Itt nem kell mosolyogni. Ja, mondom, pedig tisztára azt hittem, hogy a mosoly albumába érkeztem, és akartam már hasmát rádobni magam a vizsgálóasztalra habrolóval a bórámon. Na, kommunikáció annyi. Nem beszél, nem lélegzik. Fél óra. Lassan jön az orvófilm. Hát kérem, én ezután a másfél órás kanossza után úgy tértem vissza a hármas kórterembe az én Vinetú barátomhoz, mint haza. Mondom, adj egy fröccsöt, mert megőrülök. Amit előbb bekevert, azt már megitta közbe. De hogy nem, the show must go on. Ezt a fröccsöt sem tudtam meginni. Ebben a pillanatban ismét nyílt az ajtó, és egy 50 körüli molett hölgy jelent meg, ezüst keretes szemüvegben, 110 forintos mosomagyaróvári pólóban, ez 1973-as árszínvonal, Hungarian EU nadrágban, egy picit így hátul bevágott neki, hazai gyártású áll solpapucsban, ami annyira el volt kopva, hogy eleve ilyen donátkacsás járás biztosított. A hóna alatt orvosi táska helyett egy retikül foglalt helyet, odalépett az ágyamhoz, olyan hangja volt, mint Szörnyela de Frásznak a 101 kiskutyával, bemutatkozott és csak annyit mondott: Dr. Velikova Szlavka vagyok, anesteziológus. Együtt fogunk aludni. Mondom, hát ez örjétően erotikusan hangzik. Hát kicsit olyankor az ember ilyen zizi állapotban van. Mi az, hogy anesteziológus? Ugye? Gondoltam olyasmi, mint a szexológus. Ugye? Lehet, hogy most már új szelet fújnak a magyar egészségügyben. Vannak esetleg ilyen dupla műtőasztalok, amelyre az én kis Szlavkámmal ráfekszünk. Ő egy kicsit átmegy Mónikába, operatív eltereli a figyelmemet. Miközben a rablógyilkosok a balti érdemben TMK-znak. Hát ez is az érzéstelenítésnek az egyik formája. Hát gondoltam magamba, küldtettek volna valami fiatalabbat, de hát ha harc legyen harc. Mondom, mégis hogy képzeli ezt a közös csicsit, drága Szlavka? Művészke? Nagyon egyszerű. Ide a gerinc mellé adunk egy picike szurit, és magácskán kellemes altesti zsibbadás lesz. Wow! Szlavka! Én az altesti zsibbadásnak lelkes híve, művelője, fenyegetőt szponzora vagyok, de amint az ez a divat szabás, mint a rovatában írni szokták, szeretem saját anyagából megoldani. Kvázi külső ajzószerek nélkül. Most már lehet így az orvosokkal beszélgetni. Mondom, hát mégis mekkora ez a spriczni. Erre az én Szlavkám a retiküljéből egy olyan könnyed mozdulattal, mintha egy Max Factor szemceruzát húzna elő, elővette egy akkora fecskendőt, amelynek szakszerű leírására a magyar nyelvben kizárólag a lóbaszó kifejezés alkalmas. Úgyhogy én ösztönösen hátra hűköltem. Ugye ezzel csak modellezünk, bébi.
ezzel begyakoroljuk, nem ez a frankó. Azt mondja, de bizony. Mondom, ezt maga ide mind ein basszíren, azt mondja, ein. Mondom, miért nem altatnak? Ausztriába altattak volna. Szlapkas értetten rám néz, azt mondja, mi szúrunk. Ilyen egészségügyi divatok vannak. Na mondom, én viszont jártam a Budakeszi úti rehabilitációs intézetbe, ahol néhány síelő kollégám, akit maguk altattak már csak arra a pár évre béna, ami még hátra van neki. Mondom, mégis mennyi itt a kálló, a tűrt selejt. Na, Szlavka erre megsértődött. Lövészke, ne féljen semmitől, hétre itt vagyok. Pá! És elhúzott légpárnás surranója. Hát én bűncs kétség között próbáltam matracsíromba bele simulni, ahol Heine Heinrich a jelentős német dalköltő töltötte élete utolsó éveit. Matracsír, csak mi kiskorunkban úgy olvastuk a tankönyvben, hogy matracsír, mert az, mi az, hogy matracsír, ez egy hülyeség. Na, hevertem matracsíromban, aminek van értelme. Pontban 7-kor dead on time, nyílik az ajtó, 2 darab tetőtől talpig zöld ornátusba öltözött rablóvezér jelenik meg, nénózik oda a zsúrkocsival, az egyiket a már vázolt homloki feliratról tudtam azonosítani, rádobnak a Forma 1-es cuccra, gyerünk be a műtőbe. Ott minden zöld. Ráraknak a krómozott platnira, senkit fő nem ismerek, Szilaj magány. A 70-es években valami munkapszichológusnak nevezett elmebeteg kitalálta, hogy a zöld az nyugtat. Ezért az iskolában zöld volt a tábla, zöld volt az olajfal, politechnikán zöld volt az esztergapad. Állítom, hogy még a kombájnokat is lekenték zöldre, nehogy a hajdúságba bezizegjenek a parasztok az aratás végére. Én tehát az zöldtől tikkelek. Nem tudom, hogy tudják-e, mi az AIDS első jele. Forró lehelet a tarkón, és enyhe nyomás a végbélben. Ez egy korai verzió, ezt tudjuk, hogy megy ez másként is. Itt tulajdonképpen egy analógiát szerettem volna csak felvillantani. Ekkor ugyanis nyílt az ajtó, Szlavka lengyel kölnéjének illata átütött a formalinon, hátulról átölelt, forró leheletét éreztem a tarkómon, kis mellét hozzám nyomta a mosomagyaróvári póló keresztül, love me tender, azt mondta, művészke, most jön a szúri. Hány! Hát mondjuk egy prostata csocsóhoz képest elhanyagolható. A férfi ember életében is megtörténik a szüzesség elvesztése. Így 40 év felett lelkünkben kis rőzsedalokkal készülünk az első randevúra. Lábat mossunk, alsót váltunk. És akkor még nem tudjuk, hogy minden urológus egy-egy Mengele reinkarnáció. Általában hiperművelt, olykor vonos négyesekben zenélő, szigorúan cinikus alkoholistákról van szó, akikkel általában kora hajnali órában kell rendezvúzni. Az én főorvosom például első rendezvunkon éppen a Goldberg variációkról mesélt nekem. Csak azt nem értettem, hogy a zene esztetikai előadás közepette miért kavar a jobb zsebében, mint fáradt ló a kamillában. Majd amikor a Bach család zenei tehetségének öröklési kérdéseire terelődött a szó, egyszer csak a középső ujján megjelent egy gumi végű. Wofür? Für Elise? Hát minek a zene esztetikai megbeszéléshez gumivédő a középső ujjon. Fábri úr, a jobb pozíció kedvéért, ha vonja a kedves fellépni a sámot. És akkor gyanútlanul feltárod Virgó intakta ánusz rózsádat ennek a háborús bűnösre. Rosszat sejtve még visszanézel, mint a barom, mikor vágóhídra vonják. Hátranézel a hónod alatt, mint Mark Spitz a müncheni döntőbe. Akkor már a gumivédő 10 000-rel kavar a borvazelinban. És azt mondja az én ugrómókusom, hogy most mondd, hogy komszomol. És te pedig így szállsz a vizsgálók keresztül. Fiatalok kedvére mondhatom. Az első alkalommal megrázó élmény.
Másodjára, harmadjára az ember már felfedez benne bizonyos részletszépségeket. És ha nem vigyázunk, az ötödik aktus után könnyen dependenssé válhat a férfi ember. Na de térjünk vissza a műtőbe. Love me tender, megkapom a szurit. Mondom, elalszom kalandvágyból. Hopp! Hátadobom magam a platnin, és De Silva módszerével próbálom álomba ringatni magam. Hát kérem, nem tudom, hogy próbáltak-e már Krón Platnin aludni, miközben 30-an zörömbölnek a helyiségbe. Hát mondom, legalább egy habcivát adjatok, vagy egy macit, vagy egy kispárnát, vagy egy nővérke fogja meg valamibet, vagy én fogjam meg a nővérkének valamiét. Hát legyen valami kis interactivity. Na, sikerült egy kispárnát kiharcolnom, és nem sokára az édes álom szárnyára is vett. Kiderült ugyanis, hogy először ugye a térdbe bedugják a szonda ipszoszt, körülnéznek, hogy mit kell stoppolni. Engem mégiscsak el kellett altatni pluszban, és hát ezt csak elbeszélésekből tudtam meg, és ez egy picikét beárnyékolt a Slavkával szépen bimbózó szerelmünket. Az altatásnak mint egy melléktermékeképpen sikerült őt egy jó sikerült sugárban lehánynom. Úgyhogy az elkövetkező napokban így pogóztam, hogy sorry, bocsika vagyok. 3 órát TMK-ztak a térdemben. Egy kis róf, egy kis drót, egy kis epokét, egy kis dűzni, egy kis boncni, egy kis tucni, egy kis hűzni. Hajnali 2 és 3 között értem magamhoz. Az ébrelétnek és az álomnak. A Földnek és a Mennyországnak. A fictionnek és a non-fictionnek egy ilyen furcsa, lebegő határmesdjén. Kinéztem az egyes pályára. Az érsebész már majdnem bekapta a The Medical Journal aktuális számát. Ilyen fulladás közeli állapotban tartózkodott. A kettes pályán kalányos furta a fejét a párnába, és aludt a saját operált kezén. Nekem a jobb kezembe be volt kötve egy infúzió. Jó van, hát nézzük, mi van még. Hoppá, bal térdben is van valami. Egy kis csövecske. Dumbu-dumbu-dumbu, kövessük a kijelölt irányt. Oda nem jön semmi, onnan megy. Az én vérem, my blood, my blood, egy plastik stanicnibe. Hát, hogy politikailag korrekten fogalmazzak, hangulatomat illetően kihívásokkal küzdöttem. Hát rusztikusabban picsaszarul voltam. Ám ekkor hirtelen s váratlan reménysugár villant a magyar egészségügy szürke horizontjának egén. Ez 3 képszava. A kék biztonsági izzóval megvilágított Bárdok Béletű ajtó hasítékában megjelent egy angyali hurinak látszó nővér. Mindene volt neki. Megcsippent. Álmodom-e? Vagy ez a való? Kis háromszög bugyija átütött a köpenyen. Ám amint megfordult az ágytállal, észleltem, hogy a bugyesz be van neki csusszanva. Szakmai műszóval élve be van neki cupfolódva a segge korcába. Ez háromszög bugyival mint egy hiba százalék, száras barhentel nem szokott előfordulni. Mondom, Hamlettel szólva, helyre tólom én a kizökkent időt. Amúgy is tühtig ember vagyok. Az úttörő, ahol tud, segít. Mondom, egy életem s egy halálom, de rendet teremtek én itt a zilátfari viszonyok közepette. Kamaszkoromban volt egy kedves barátom, Dörflinger Dodi. Sokat és eredményesen fényesítettük együtt a joysticket. A sorsod a kezedben van, mondta édesapám. És annak idején az én Dodi barátom a következőket mondotta. Sanyikám, a Mennyországban angyali hurik fognak vérvörös körmökkel játszani a böcsökkel. Hát? Ez egy kicsikét más volt, amit Katona Puszta Sándor plébános úr szombat délutánonként a leányfalusi templom sekrestjéjében katekizmus címen mesélt, de valljuk be, hogy kamasz fejjel egy rendkívül vonzó Mennyország képnek tűnt. Mondom, itt most két eset lehetséges.
Én már meghaltam. A hölgy nem a nővér, hanem a Dodi által megjövendőlt Huri. Ránéztem, gyönyörű vörös körmei voltak saját anyagából. Úgyhogy én ösztönösen igazítottam megyet a cerkán a paplan alatt. Ha netalán beindulna a vágyott szirmi program, az angyalkának ne kelljen túl sokat motozni. De van egy B változat is. Ha én mégis élek, megérintem a Szent Tangát, mint hitetlen Tamás Krisztus urunk sebét, és ezáltal ismét egy vékony pókfonál köt össze engem abban a valósággal, amelytől elszakadottam volt. Akár A, akár B, action. Oda hömbörödik az én kis Nausicaám, én az infúzió búzával dacolva, a köpenyen át egy gyulirázott perecfogással behatolok a farkófák közé, Rodolfo sikítva dobja el itt a bővészdobozt, és kicsippentem a textiliát, majd rásimítom azt az ő segge partjára neki. Ebben a műveletben kicsikét kihevültem, alért a noblék alá a párnára, de a jól végzett munka szila örömével. A nővérke rácsapott a készfejemre, és csak annyit mondott, de meggyógyult bűvészke. Mondom, ez talán túlzás, de magam is úgy érzem, hogy bizonyos keringési funkciók, mint ha már beindulást mutatnának. Aki a halálból érkezik, mert én így éltem meg ezt az éjszakát, az az életet nagy kanállal absolja. Én úgy éreztem, nekem behozni való van. Én ebbe a kis hölgybe tetőtő talpig beleszerettem. És elhatároztam, hogy amint Gróf Aranka rendőrszázados mondotta volt annak idején a kékfényben, sérelmére petinget helyezek kilátásra. Rusztikusabban megcsöcsörészem őtet, a többit majd meglátjuk. Na de hogyan is kezdjem ezt, ami kék tiszta bimbózó szerelmű? Mit mondjak én elsőbben neki? 10 kiló gipszel a lábamon nem mondhatom azt, hogy nem járunk egyet a parkban, vagy nem megyünk el moziba, vagy nem iszunk meg egy sört. Visszahanyatottam a párnára. Egy kicsikét rosszabb állapotot mutattam, mint amilyenben voltam. Nagyapám mondta mindig, szorult helyzet csiszolja az elmét. Darab idő múltán a következő frappásnak ítélt kezdőmondat hagyta el fogaim kerítését. Ide adná a kacsát. Hát nem mindenki kezd így egy kis liaisont. Mellesleg a kacsára abszolút szükségem volt. Úgy gondoltam tehát, hogy a szerelmes tematikát mint egy ötövöző magyarló praktikummal. Na, a nővérke korrekten el is helyezte a kacsát a hasamon, így a paplanra téve. Na, ekkor az én vállamra egy gonosz kobolt telepedett. Mondom, lehet ez egy kérdéssel több. Gondoltam, hogy le is körözhetnénk az NDK csajokat, hiszen még velük sem lehetett azt megtenni, hogy a megismerkedésünktől számított 3 percen belül az ember a kezükbe adta a lompost, miközben húgyozott egy belődrázó. Na, itt ez képződött meg! Mondom én, nem érem el. Tessék engem megpipéltatni, friss műtéteske vagyok. Na, a nővérkét többen próbálták már gondolom én megvezetni ezzel a turva humorral. Ő lakónikusan utalt arra, hogy mimet operálták és mimet nem. De volt annyi lér a pucájába, megemelte a paplant, bevágta így a kacsát cerkára, mint annak idején zacseszre a fertőtlenítő púdert a honvédségnél. De az illesztést már nekem kellett végrehajtani saját hatáskörben. 3 nap, 3 éjjel kacsáztam én. Napi 3 liter folyadékot kellett fogyasztani. De örömmel jelenthetem, hogy az ágytálat sikerült megúsznom. Úgy éreztem, hogy ez a mi szerelmünk még túlságosan bimbós. Túlságosan illékony állapotú ahhoz, hogy egymást a közös szarás ember próbáló élményében részesítjük.
Ezt a kapcsolatunk megsínylette volna. Nem jött még el az idő. Nem tudtam elképzelni, hogy az én tankabugyi szerelmem import klumpáinak a garingó járásával talpi sipan-sipan belibeg az ágytállal a kezébe, amelyet alám helyez. S ezen én szörnyű gázok és gőzök közepette így kezelek a betegtársak empatikus pillantásainak keresztül. Ezt nem tudtam elképzelni. Ezért autogén tréning technikával 3 napig stokkoltam a nagybarna medvét, hogy hogyan vártam meg tőle, elmondom ideje korán. Kaptam egy eudoktint, az édes álom szárnyaira is vett. Reggel 10 óra körül a lengőajtó hasítékában egy markáns férfi arc jelent meg. Első pillantása nyilvánvaló volt, hogy viselője napi harcban áll az alkohol szörnyű démonával, és estére általában az utóbbi győzedelmeskedik. Tudtam, hogy az alkoholisták délelőtt, amikor minden óra kidobás számukra, általában szófukarok. De hogy ennyire, arra nem számítottam. Belépett, mint gólya korsós lány című képén látható, bal vállán egy zománc lavoárral, amelyben 15 kiló langyos gipsz tartózkodott, odalépett az ágyamhoz, és csak annyit mondott: Mengele vagyok, forduljon hasra. Na, rányomta a meleg gipszet, hát ilyenkor hasra fordulni sem olyan egyszerű, ezt egy 17 lépéses algoritmusból megoldottam, ezt a részlet problémát. Mengele visszafordított, snitt. Reggel 6 óra tájba irdatlan dübörgésre ébredek. November 4-én hajnalban hallhatta ezt a főváros lakossága 1956-ban. Csak akkor a dübörgés tankoktól származott. Én hirtelen nem is tudtam az okát. Darab idő múltán jöttem rá, hogy hazai gyártású klumpák irdatlan csattogása verte fel a folyosó csendjét. A bádok béletű ajtót egy 45-ös szőrös láb rúgta be, amelyet 193 centis szakállas nőben végződött. Ő volt Müller Obersturmbannführer, a Gestapo ügynöke, ami főnővérünk. Fejhangon ordítva jó reggelt kívánt, csattogva odalépett az ágyhoz, és egyetlen mozdulattal ledobta rólam a takarót, amely alatt én praktikussági megfontolásokból kisingben tartózkodom. Ezek után az ágy középvonalánál elkezdett ő bicskában hajolni előre. Hát mondom, itt az operatív terápiának egy újabb fejezetéről van szó. Nem szexorientált bornírt kamasz fantázián mondatja ezt velem, az én perspektívámból teljesen úgy nézett ki, hogy húzódik rá a lomposra. Hát mondom, ha harc legyen harc. Az utolsó pillanatban természetesen nem ez történt. Müller hirtelen leigazított a térdemre. A térdemből kijövő gumicsövet háromszorosan feltekerte a mutató ujjára, mint a hölgyek, amikor kötéshez vetik fel a fonalat. Rám nézett és csak annyit mondott: Művészke, csúcs ez az érzés. Bang! És egyetlen mozdulattal kirántotta a csövet, amely 3-4 centinél mélyebben nem tartózkodott az én testemben. Hát kérem, ez az a pont, amikor az irodalom és a költészet eszközei véget érnek. Ha mindenáron valami analógiára vágynak, annyit mondhatnék, mintha a végbelevet próbálták volna a számon keresztül kitépni. Megvetően rám dobta a paplant, és elcsattogott hazai gyártású klumpáján. Délben csak egy pillantást vetettem az úgynevezett zilahi levesre, valamit visz a víz. Délutáni szendergésemből 2 és 3 között nejlont szabadidőruhák súrogására ébredtem, amelyben mobiltelefonok halk pittyegése vegyült, áthorgolva az aranyfülönfüggők és karperecek andalító musikáját. Fölnyitottam drogoktól elnehezült pilláimat,
42-nél többen nem tartózkodtak Kalányos ágyánál. Megjött látogatóba a szűkebb rokonság és a bizalmasabb művésztársak. A mama amúgy sokszoknyásan, papucsban, nyíregyenesen kisfia ágyához sietett, szakavatott mozdulattal kiakasztotta belőle az infúziót. Lajoskám, ez csak árt te neked, mondta, majd abból a lendületből ráült Kalányos operált kezére. Példáját követték a család középkorú nő tagjai, szoknyájukat maguk alá senderítve felhömbörödtek az ágyra, és ez az én vékony pénzű egyszálbél Rodolfo bajszú, inkább egy argentin tangó táncosra emlékeztető művész kollégám eltűnt az irodatlan sejhajok, tárnázatok, patlanok és prusznikok alatt. A férfiak ezek után 150 mm-es barna Rothmans King 100-el lobbantottak Zippo öngyújtóval, és néhány üveg Jim Beam viszkit adtak körbe, miközben mobiltelefonon flottul intézték ügyeiket. A telefonbeszélgetéseknek volt egy wagneri leitmotívuma, ez a következőképpen hangzott. Úgy sem voltam ügyvéd úr. De van egy másik része, ez a tény valóság. Na, elszívták az első kör cigarettát, az egyik családtag odaszólt a másiknak, azt mondja, nem kéne megnézni a Lajost. Na, ez jó ötletnek bizonyult. A színusz görbélye már lapos volt neki gyakorlatilag. Fogták és ketten de profundis a mélyből kiálltok hozzá, kiemelték Lajost a párnázatok és prusztékok és sejhajok alól. A feje úgy nézett ki, mint az Unicum reklámon a figurának, amikor fölbukkan a habokból. Na, érezték, hogy itt action van. Fejét hátratámasztották az ágytámlának, kiakasztották a gégeporcot, és egy 5 literes demizsomból 3 liter soltvadkerti borzasztót egy lendületből bedörrentettek. Annyi fagyálló volt benne, hogy füstölt. Vajda rám néz, azt mondja. Igen jó bor. Tegnap szűrtük. Mondja január közepén. Valami átvillanhatott orcámon, mert mint egy bocsánatkérőleg hozzátette, hogy tudja, művész úr, nekünk nincsen időnk földdel szőlővel babrálni. Az így jó bor az. Hát mondom, hogy ne, sőt a Bartóki modellnek abszolút megfelel, csak tiszta forrásból, némi borkősav tablettával, megengedett ételszínezékkel és fagyálóval felspécizve. Na, a Vajda rám néz, azt mondja. Na, művész úr, hoztak meg iszik egy fröccöt. Hát, vannak pillanatok, amikor az ilyesmit nem lehet visszautasítani. Hát ez ilyen pillanat volt. Mondom, én tisztán próbálkoznék, gondoltam, áttekintem a keverési arányokat, és nyújtottam kis kétdeci kórházi műanyag poharamat. Elhatároztam, hogy a cuccot csukott szemmel egyhajtásra fogom kiinni, 2 darab mogyorós Balaton szelet közé beékelve. Ez a része prímán ment az akciónak, egy dologról feledkeztem meg, alig, hogy leküldtem a folytást, újdonsült barátaim már is szirulték töltötték a poharamat, és attól kezdve 30 melegbarna szempár fókuszálódott rajtam, hogy hogy ízlik a művész úrnak a soltvadkerti borzasztó. Na, ekkor én egészségem védelmében próbáltam átmenni David Copperfieldbe, próbáltam kivárni azt a pillanatot, amikor senki nem néz oda, de hát ilyen nincs gyakorlatilag, ez olyan, mint a 11-es kivédése nagyjából, és a nagyobb adagokat lediszponáltam a kacsába, miközben a maradékkal pogóztam, mint Árpi bácsi az ökumenikus Isten tisztelete. Snitt. Ezek után egy műtrágyás szatyorból egy 10 literes piros lábas került elő. A Vajda összefonta karját a mellén, rám nézett, mint nagy Napóleon, és csak annyit mondott. 50 kakas szúrtunk meg. Mondom, mire ez a véregzés a Baromfi udvarban? Mennyit garázdálkodott? De talán valamiféle járványról van szó? Na, aztán a következő mondatból kitaláltam. Fábrik úr, egyék egy kis kakas tökepörkölt. Ez a halottat is föltámasz. Hát mondom, én még élnék, tisztelettel friss műtéteske vagyok. Vajda azt hitte, a menüvel nem szimpatizálok. Csípőre tette a kezét, és olyat szólt, hogy művész úr,
Szombatra hoznák magának egy bagyot lesütve egybe saját tollazatába. Römer topfba. Hű, mondom, ez a másik szélső érték. Én a Nutria pacalnál kiszálltam. Tudni kell, hogy közbe megérkezett a kórházi vacsora. A kórházi vacsorát kifürkészhetetlen kategorikus imperatívusztól vezérelve a magyar egészségügyben mikor szervírozzák? 4 órakor. Vier Uhr et 4 o'clock. Amikor senki semmilyen főétkezést nem folytat az Oxfordtól Jeruzsálemig terjedő zsidó keresztény kultúrában. A kaja maga, 1,5 centi gyíkhús, fóliával legyógyítva. Föl se merül, hogy kinyisd, mert ha csak ránézel, már attól a nagy brazil óriás kígyó, boa, boa, obo, boa, erősen jön felfelé. Nincs más teendőd, mint hogyha a nővérke letette a nahkasztira, vetni tovább a vadellába, mert különben robbanik, mint a csecsen kézigrág. Nyilvánvaló volt tehát, hogy ami a cateringet illeti, a magyar egészségügyre nem számíthatok, de ha jól viselkedem, kalányosség farvizén el lehetek élni. A nahkaszti alsó fiókjából impozás nutria tepertő darabok és rettenetes lókolbászok lógtak ki, amelyek hát egyszerűen mennyei menűnek számítottak a kórház által felkínált gyíkhúshoz képest. Mondom hát a Vajdának, mit főznek holnap? Mit főznénk a kasztükire? Turós csúszá. Hely, ez a mezi. Megbeszéltük, laskatészta, szalonnán, megfuttatva, túl, tejföl. Vajda oda is szólt az egyik kisebbik lányának. Pamela. Holnapra egy 2 literes lábosba hozol a művész úrnak külön a túrós csuszába. Hát, én ezt úgy vártam, mint zsidóka messia. Bearanyozta a horizontot. Na, megetették kalányost. Vajda hosszú pipára gyújtott. Ellágyult orcával rápillantott elsőszülött gyermekére. Már is jobb a színe, neki mondta. Ő tudja. Ezek után átballagott az egyes pályára, az érsebész ágyához. Nézi, nagyon nem tetszik neki. Csóválja a fejét erősen, tökik egy melankólikusat, elkeni bali cipőjével a kanári sárga linoleumon. Majd annyit mond, hogy alig ha éri meg a reggelt. Ica! Idősebb asszonyokat Icának hívták, kisebbeket Pamelának, legkisebbeket Esmeraldának. Ica! Illetve Carmenka! Krisztián! Ica! Adjatok neki egy kis pörköltöt. Na ekkor az ablakban lévő 1 literes bolgár őszi barack kompótos üvegből kiütötték a gyöngyvirágot, és egy lendülettel így megmerték a masszában. Ebből 3 adagot nyomtak be a védekezés képtelen professzornak, a nagyobb tököket így lemasszírozták a gége főn. De ha azt hiszik, hogy ezek után a Vajda magáévá tette Madách Imre híres sorát a tragédiából, hogy a gép forog, az alkotó pihen, akkor igencsak tévedésben vannak. Fölkívánta ő helyezni mintegy az opuszra a koronát, amennyiben odaszólt az asszonyoknak, hogy Ica, adjatok neki egy kis zaftot is. Na ekkor valamelyik sok szoknya alól, ördög tudja hova volt fölakasztva, előkerült egy 1,5 literes zománc tejmerő kanál, ebből még 2 turdusba 3 liter langyos zsírt rácsattantottak a káderre, ami bement, bement, a többi meg kiütött a párnán ilyen vérfoltszerű formációkban. Úgy nézett ki, mint Rambó, amikor vesztésre áll a meccs. Szokták mondani, hogy az életnél nincs jobb dramaturg. Na, náhogy ebben a pillanatban rúgta be az ajtót a szakállas főnővér Müller Obersturmbann Führer, kidolgozott férfi a svádliain beimbolyogva, és fejhangon elordította magát.
Jesszusom, elvérzik a professzor. És haladéktalanul tamponálni kezdte a paprikás zaftot. Ez mondanom sem kell, hogy nem használt a professzor amúgy sem túl jó állapotának. Eközben villámló pillantásokat vetett felénk. A művész kollégák is érezték, hogy elrúgták a pöttyöst. A lábost visszatették a műtrágyás szatyorba, majd kiakasztották azt jó kórházi szokás szerint az ablak alá, főbejárat fölé. Két demisont meg betolták az ágy alá, és villám gyorsan kiporszívozták magukat a kórteremből. Az ajtóból a vajda, mint kalambó, még visszaszólt, hogy Fabrik úr, a mászikba veres van, az vérré válik. Mondom, ez ügyben nincs kétség. Na, elvonult a hadnép. Én próbáltam besimulni matracsíromba. Müller meg volt róla győződve, hogy a professzor megetetésének ötlete ő nem származik. Mondtam magamban, sajnos nem, de amolyan társutasként szívesen részt vettem az akcióban. Elvonul a vihar. Fél óra múlva bejön a főorvos, aki operált. Fábri úr, jó hírem van, áttesszük egy egyágyas kórterembe. Mondom, most, amikor Pamela érkezik a túrós csúszával? Egyébként is utálok egyedül lenni. Kalányosban benne van napi 3 kabarészám. Holnapra a profész fölveszi a ritmust. Szerintem egy igényes kis kórtermi kollektíva van itt kialakulóban, kár lenne minket szétültetni. Különben is én szeretem tudni, hogy mi történik körülöttem. Na, a főorvos rám néz, azt mondja, na látja, mi ezt nem szeretnék. Mars az egyesben. Magányosan éreztem magam, fölhívtam Pipi barátomat, és lakónikus helyzetjelentést adtam. Pipi, megjöttem a síelésből, már meg is operáltak. Pipi 30 percen belül a helyszínen volt, aztán én nem tudom, mi a fasz szokta a kórházba hozni, és rádobott a mellemre 2 kiló hálós narancsot. Mondom, láthatólag nem tudod, mert az ablakban van már 25. Ahelyett, hogy 2 hétdecis valami igényes világi vöröset hoztál volna, mert a vérképem az katasztrofális. Sanyikám, rohanok ki, non-stop, jön vissza. 7-től talpig Western Nordátosba. Hajol fölém, hogy adná át a 2 bort, meg adjon egy puszit. Ám a Western csizza orrával, ugye, az ágytálnak jó a statikája, mert azt odébb rúgjuk. Ne védj a kacsáé. Kivált, ha tele van színültig nemes anyaggal. Magyarul csak a csizma csőre akadott be a kacsába. 3 liter mutra elkezdett oszcillálni a kórterembe. Hát mondom, Pipikém, csinálj valamit, mert én reggelre földobom a prakkert az ammónium nitráttól. Müllerre nem számíthattunk a történtek után, a takarítónő hazament, mondom, hát itt valamit imprózni kell. Gyorsan rágyújtottam egy szivarra, a büdössel rátesszük a fedőbüdöset, ugye? Tehát ez egy ismert dolog, de az se lehet, ugye? És a fejünk fölött Damoklész kardjaként lebegett, hogy Müller már mikor beléphet. Na, Pipi elzsesszelt a fehér nemű raktárba, és hozott 3 alig spermás second hand lepedőt. Azokat így letette, és ilyen szilaj topogóst járva, így megpróbálta fölitatni a mutrát. Hát ez ilyen jut is marad is alapon megtörtént, még egy kis sprayvel így lefújtuk, plusz a szivar. Na, bepuszítuk a 2 ampullát, és én már úgy köszöntem volna a látogatást. Pipi csak néz rám szomorúan, mint egy spániel kutya. Mondom, mi van? Sanyi, a barátom vagy? Hát mondom, hülye, persze nem, hogy kerül a csizma az asztal. Segítenél nekem? Mondom, én a ma operált invalidus? Sanyi, te nővel vagyok, nem van a kocsiba, te egy órára áttolnál a Kalányoshoz. Hát mondom, öregem, hozd holnap a csajt, megcsináljuk felesbe. De ma speciál pihennék. Jó, nincs kéglid, meglátogattál, mindegy, hát. No, 3. napra, amint a költő mondja, éreztem, hogy az én vezéremben sőből vezérel. Meglátogatom én a kis klozettét. Ha Jean Valjean nincs is ott. Mankóra kaptam én, és a budiék terjedő mintegy 3 métert 40 perc alatt sikerült áthidalnom. Ez azért volt, mert a mankó cuppantotta fel a metlahikat. Én erre számítottam,
Kértem be fándit, fugaszilt, hobbipuccot, faszán leprakoltam, minden, kihúztam korrekten, csak időrabló. Na! 40 perc alatt abszolváltam első mankóutamat. Egyenesbe gipszelt lábbal. Nem férsz be a rosálóba. Hát ezért 5 évig jár valaki egyetemre. Nem volt szóstokja, azt nem adtak neki. Csak a joystick él napon. Sasszéra, offside, jut is, marad is. Na, állok ott egy lábon. El tetszik tudni képzelni a helyzetet? 10 kiló gipsz, egy lábon, mint Foxy Maxi. Kipörgés ellen így megtámaszkodom a jobboldali csempén. És tírölni kezdem a fajanszot, mint a célugró ejtőernyős az érkezési pontot. Tudni kell, hogy 10 kiló gipszel a lábán az ember nem frazírozza a figurát, nem. Széles rubátorra vesszük az ergonómiát. Állok. Final countdown. Lenne. Két dolgot nem vettem én itt figyelembe. Egy. Magának ezt nehéz elképzelni, de megpróbálom átélhetővé tenni a művészet eszközeivel. Látom, a prosztata csocsónál is nevetett. Pedig fogalma se lehet róla. Nos tehát, 3 nap, 3 éjjel kórház után maga is bekapcsolódhat. A zacsesz nincs a helyzet magaslatán. Igazat tetszik nekem. A zacsesz ilyen vádli középnél tartózkodik. Ez nem felvágás. Ez egyszerű fizikai összefüggés. Egy. 2. Ez volt az én másik hübriszem, drámai vétségem. Figyelmen kívül hagytam, a 120 forintos műanyag áfész klozeti deszka több, mint sajátos tulajdonság. Az, hogy hullámos, az hagyján. Mindenütt tartózkodik, csak a budi peremén nem. Ez egy ilyen paradeszka. Nem véletlen, hogy vidéki szórakozóhelyeken nyitás után oda csapják a sarokba, ugyebár én soha többet vissza nem teszek. Állok tehát én, mint Foxy Maxi kipörgés ellen. Támaszkodom a fajanszon oldalt. Final countdown. 3, 2, 1, 0! Bang! Igen. Ami az ugrást illeti, jó sikerült. Megérkeztem én oda a 80x120-as helyiségben, ahova terveztem. Csak azt nem értettem, hogy mi ez az ágyékból kettős, legyezőszerű spirális formájában a nyúlt agyba hatoló tébolyító fájdalom. Percekig sokkos állapotban tartózkodtam, csendesen eldúdoltam Görsvénkék rapszódiáját, majd néhány perces rehabilitáció után, jobb lábbal kiemelve, sárkányos dresszingalnom bal zsebéből elővettem mindig nálam lévő 6x8 cm-es zsebtükrömet, hogy megnézzem, mi újság oda lett. Hát kérem, az acseszen... Követ. Egy 4 centis, rendkívül korrekt, egyvonalas véraláfutás jelentkezett. Semmi impresszionisztikus tébolygár, egy kemény karakterű, férfias, határozott, 4 centis véraláfutás. Ebből deriváltam, hogy nekem sikerült a lehetetlen. Mint egy egeket ostroboltam én, amennyiben zuhanás közben, en passant, becsippentettem az acseszt, a fajansz és a 120 forintos hullámos műanyag áfész klozeti deszka közé, majd határozottan ráterheltem, előbb a saját 85 kilómmal, plusz a 10 kiló gipsz. Tudják, 3 nap s 3 éjnyi szenvedés után annyit, de annyit vár az ember néhány percnyi klozeti boldogságtól.
amikor ha csak rövid időre is, de ismét csatlakozhat a teljes értékű emberek boldog és felelőtlen közösségéhez. Nem adatod meg. Nem így képzeltem boldogságom indulását. Hát mondom, spondja rá, van itt urológia, Nausicaa majd hoz rá jeget. Menjünk rá a fő témára. Lerakom az első turnust. Hát mondom, akkor ne tartóztassuk. Küldjük el. Semmi. No water. No mother, no father, nista nema voda nic. Hát mondom, mi az anyád van? Nem voltam már túl jó idegállapotban. Ugye mi még úgy nőttünk fel, hogyha brombogott a szaratott hűtőszekrény, akkor előbb belerugunk, aztán a csavarhúzó, bim, megrántom, mi az anyád van? Nincs víz. Hát nézek, fölmondom, hogy kapnám le az öblítő tartályt. Kórházba én vízszerelő cucc nélkül nem megyek. Van nekem az ománc öblítő tartályból és gurtniból csinált szettem, abban mindig van nekem tartaléklabda, sarokszelep, tömítés, bébéskönyök, kóc, zsír, menetvágó benzinlámpa. Nézek föl, hogy kapnám le az öblítőtartály. Nincs öblítőtartály! Hát mondom, akkor hova a picsába vezet ez a lánc? Nézek föl! Egy zománc táblához vezet. Rajta a következő fölirat. Nővérhívó. Atya Úr Isten! Három nap s három éjjel autogén tréningje omlott a porba néhány másodperc alatt. Semmit, de semmit nem akartam elkerülni, csak azt, hogy az én kis tangabugyis szerelmem lásson engem elgyalázott állapotom. Na, náhogy ő volt szolgálat, aki most már a kettős hívás folyományaként feltartóztathatatlanul megindult fel. Mondom, akkor snellezzünk. Jobbra megtalálom a frankót. Kiemelek. Hát a cerka. Ugyan. Fél hat. Stunde null. A háború vége. A nirvána. Az extrapolálhatatlan tartomány. A matematika szerelmeseinek. Föltekerem 24-szeresen a kleptomániát. Végzem a célmozgást. Na, náhogy ebben a pillanatban nyílik az ajtó, és az előtér kanári sárga linoleumára betipeg az én kis szerelmem. Tanga bugyja átüt a köpeny alatt, import klumpáin közeledik a maga ringó járásába. Talpig zsivasiba. Hát, én se leülni nem tudom. Se fölállni. Még arról is megfeledkeztem, hogy kezemet szövéröm testemel jönszem. Csak annyit tudtam mondani, hogy baby. Ez a pillanat nem alkalmas arra, hogy szerelmünket új dimenzióba emeljük. Ezért arra kérem, hogy tekintse téves riasztás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!